reggel. Nem volt-e egykor kedves, hősi, mesés, aranylapokra kívánkozó ifjúságom? Nagyon is sok szerencsém. Micsoda vétkem vagy tévedésem érdemelte ki mai nagy gyengeségemet. Ti, akik azt állítjátok, hogy az állatok zokognak bánatukban, hogy a betegek kétségbe esnek, hogy a halottak rosszakat álmodnak, próbáljátok meg elmesélni bukásomat és álmaimat. Én már nem tudom jobban kifejezni magam, mint a koldus az ő örökös, páternoszterjével és áve Mariájával. Már nem tudok beszélni, de ma úgy érzem, befejeztem a poklókról szóló beszámolást. A pokol volt ez valóban az, amelyiknek kapuit az ember nyitotta meg. Ugyanabban a pusztaságban, ugyanazon az éjszakán, fáradt szemeim még mindig az ezüst csillagra nyílnak, de mindig anélkül, hogy mozdulnának az élet urai a három királyok, a szív, a lélek és az ész. Már mehetünk partokon és hegyeken túl köszönteni az új munkaszületését, az új tudásét, a zsarnokok és démonok futását, a babona végét imádni elsőként a földre szállt karácsonyt. Egek, éneke, népek menete, rabszolgák, ne átkozzuk az életet! Somjó György fordítása.